Csupa ostoba fajankóval vagyok körülvéve. Minek fizetlek titeket, ha még egy ilyen bunkót se tudtok kézre keríteni? Na legalább egy kis törpe volna, de akkora, mint egy hegy. Biztos elbújt valahova, azt reméli, hogy megfeledkeztünk róla. Ha egyszer a kezembe került, darabokra tépem. Jaj, csak azt nem bírom elviselni. A durvaságot. Jó estét, uram. Jó estét. Kérem, jöjjön velem, hadd vezessem az asztalához. Előbb még el kell intéznem néhány telefont. Ki ez a nő? Egészen ügyesen énekel. Doriennek hívják, ez az első napja nálunk. Egy hónapra szerződtettem. Közölte vele a feltételeket? Hogy nem. Hol van a szállása? Az egyik legjobb szállodánkban. Hotel Ambassador. Remek. Gyere, pici cicám, üljön az asztalunkhoz, ne félel, bánod meg. Nem tartozik a munkakörömbe. Dehogy, ne beletartozik, ha meghívnak az asztalomba. Megőrült, mit csinál, hogy képzeli ezt? Ne molesztálja a kisasszonyt, mert kihajítom. Hogy merészeli magára, fogalma sincs, hogy ki vagyok én. Az igaz, sajnos még nem találkozom. Várjon, mit csinál, azonnal kirúgatom velem, itt nem lehet beszélni. Hé, maga, ereszel el, hallja! Ha a külügyi államtitkár meghívja az asztalához, az köteles elfogadni. Az illető személy egy modortalan paraszt. Úgy látszik ideje, hogy egy kis észt verjek a fején. Rajta, mire vár? Próbáljon ezt. Vigyázzon, Mary, megteszem! Mit csinál? Megőrült! Azonnal ereszel el! Molesztálja a kisasszonyt, kipenderítem az ajtón. Indulás! Vegye le rólam a kezét! Maga barom! Maga ki van rúgva! Érti? Hogy merészeli ezt? Azonnal hagyja el a mulatot! Érti? Takarodj! Ha tüdőgyulladást kapok, mindenki mehet, amerre lát! Ne tartsatok itt nekem első segélybemutatót! Ha jól tudom, az a szőrös majom még szabadon rohangálna, mi lesz már indulás? Kapjátok el! Igen, azt akarom, hogy örökre tüntessétek el! Senki ne merjen velem újat húzni! Oda nézzetek! Ez Diego! Mi történt? Ki csinálta ezt vele? Emeljük fel! Csak óvatosan, vigyük be az irodába! Hogy vagy, szépségem? Köszönöm, jól. Miért nem ülsz oda az asztalunkhoz? Mert én nem olyan lány. Akkor még jobban tetszel nekem, ne járd az eszed, kis pofám. Na gyere, mire vársz? Hazaviszlek a szállodába, nem fogod megbánni, oké? Ez az alak molesztálja magát. Szent Isten, már megint... Nem molesztálja itt nekem a hölgyet, mert rögtön kihajítom az ajtón, világos? Maga nem tudja, kivel beszél. Kidobó ember kidobott a saját mulatomból. Oh, úristen, ez a nagy főnök? Főnök, nincs valami baj. Főnök, szóljon már valamit az Istenre. Szóljon már. Jöjjön velem gyorsan. Hova? Ne kérdezzen semmit, csak jöjjön. Hová megyünk? Tudja, kit dobott ki a nagy főnököt, el kell tűnnie. Csak azt tettem, amit kér. Biztosan elbocsátják azért, mert engem megvédett. Ha nem megy el, nekem is befellegzett. Hát jó. Azért örülök, hogy megismerhettem. Jaj, a hátsó, jaj, a derek, ami jaj, ti idióták, ti fafejű barmok, vigyázzat! El ne ejtsetek! Tegyük le! Már megint az a bajom volt, ledobott a lépcső! De kicsoda! Dehogy delíriumos, banános! De hiszen őt keressük! Nem elég, hogy a kocsimat kilőtte, még a cső szélére is juttatott azzal az árcsökkentéssel. Most pedig tessék gallérról ragad és kipenderít a saját különbejáratú mulatomból. Mire vártak az Isten szerelmére? Igen, kapjátok el! A fülénél fogva, kapjátok el!